Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. A kereszténység vízkereszt napján január 6-án emlékezik meg a napkeleti bölcsekről, Gáspárról, Mennyhértről és Boldizsárról. Sümegen a ferences kegytemplom előtt várták a hívek és az érdeklődők a három király érkezését. Mutatjuk már is. Herodes király idejében Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, íme napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták, hol van a zsidók újszülött királya. Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hóduljunk előtte. Meghallott ezt Herodes király, és megrémült, s vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a messiásnak. Azok így válaszolták, a júdei Betlehembe, mert ezt írja a próféta, de Betlehem, Júda földje, bizony nem vagy a legkisebb Júda nemzetségei között, mert belőled jő ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek. Erre Herodes titokban magához hívatta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe, menjenek, tudakozódjanak szorgalmasan a gyermek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte. Ők pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, még meg nem állapodtak a ház fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincses zsákjaikat, és ajándékot adtak neki. Aranyat, töményt és mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Herodeshez, más úton tértek vissza országukba. Ezek az evangélium igéi. Thank you.
Köszöntöm a Zóna Televízió nézőit, hallgatóit, akik ezen a nagyon neves ünnepen, Vízkereszten, itt lehetnek velünk, sümegen, a Ferences templomban, illetve templomi téren. Meg tudtuk valósítani, hogy élő Betlehemmel tudjuk köszönteni az újszülött királyt. Vízkereszt mindig a három királyok, három bölcsnek az ünnepe is, és itt sümegen megvalósult, hogy három király lóval érkezzen, három apróddal a várból, és minthogyha érkeztek volna Jeruzsálemből, a várból, és megtalálták a gyermeket a templom előtti barlangban, Máriával és Józseffel. Ez a mai ünnepünk sümegen, és ezzel az ünneppel tudjuk élővé tenni karácsonynak az üzenetét, azzal a élő világgal, ami sümegnek jelképes valósága, az a lovarda, az az állattartás, és az az élő közösség, amely itt volt, akár a templom előtti téren, akár pedig utána a templomban, és utána pedig azon az agapén, ami a rendház ebédlőjében egymást megkínálva tudjuk újra és újra köszönteni. Így tudom köszönteni ezen a mai ünnepen sümeg város és környéknek a lakóit. Jézus Krisztus megjelent, Isten fia itt van, és a királyok aranyat, töményt és mirhát ajándékoztak a gyermek királynak. Az a ünnepi megjelenés, ami a királyoknak a ünnepi bemutatkozása volt, görög név, Epifánia, amikor egy király ünnepi ornátusban, ünnepi koronázás ékszerekkel megjelent, azt nevezték az antik görög korban Epifániának. Jézus Krisztus is. Azzal a három ajándékkal, arany, tömény és mirha, minthogyha király jelent volna meg, de Isten király a töménynel, hiszen tömény illat csak Istennek adatik meg, és mint Isten tudjuk ünnepelni abban az ajándék özönben, amelyet a három bölcs ajándékozott a gyermek királynak. Ilyenkor azért Vízkereszt, mert ünnepélyesen vizet is szentelünk. A víz mindig a megújulást jelenti, keresztséget is, húsvétkor is van vízszentelés, illetve Vízkeresztkor, január 6-án is van vízszentelés, hiszen ezzel a vízzel tudjuk a következő időben az újszülötteket megkeresztelni, hogy az a fajta élő víz legyen rajtuk, ami a kereszténységnek a jele, élet, víz, ami letisztítja az embernek a lelkét, és újjá tudja születni. Ez a mai ünnepen így meg is hintettem a híveket Vízkereszt ünneppel, hogy a víz azt a fajta lelki tisztaságot adja meg, amely az ember számára újra és újra a megújulást jelenti.